Sziasztok! Berek Szászi Fűri és Nyúltenyésztő vagyok, és a mai videóban a nyulak neméről fogok beszélni, hogy hogy lehet a legegyszerűbben, vagy hogy lehet jól megállapítani azt, hogy a te kisnyuszid vajon egy fiú, vagy éppen lány, nőstény, vagy bak. És ugye többen is kérdeztétek ezt tőlem, hogy mi a legbiztosabb megoldás, és hát igazából kiskorban nem nagyon van biztos megoldás, nagyon-nagyon jó gyakorlott szem kell hozzá, viszont előtte, mielőtt belekezdünk ebbe az egészbe, szeretnék egy pár szót ejteni magamról, főleg azoknak, akik most jöttek először erre a csatornára, most nézik az első videómat. Tudni kell rólam, hogy 2007-ben kezdtem el nyulakat tenyészteni, és kettő, tartani pontosabban, és 2015 óta tenyésztem is őket. 2024 március áprilisától fűrjekkel is elkezdtem foglalkozni, átlagosan évente ilyen 600-800 darab nyúl kerül ki a nyulas gazdaságomból, tartok tyúkokat és csirkéket, a fűrjeknél meg jelenleg egy ilyen átlagosan 400-500 darab van, annyira sikerült feldúzzasztanom a kezdeti 27 darabos fűrjállományt, és ilyen napi szinten 200-150-200 tojás ö, tojnak, különböző módon értékesítem a nyúlhúst is, kóbászba, éppen most csináltam a héten ö, 10 kg nyúlkóbászt, és most már jön, jön az a hidegebb időszak, tehát most már van rengeteg vágni való nyúlom, ami várja, hogy nyúlkóbászá váljon, tehát nagyon sok rétegűen tudom a nyulakat elkészíteni, nem vagyok állatorvos, mégis megtanultam a nyulak betegségeit a saját káromon, úgymond, tehát rengeteg tanácssal tudok szolgálni betegségekkel kapcsolatban is, a fűrjeknél is már kezdem kipuhatolózni, hogy mi, hogy merre, mert sajnos megfelelő videókat az interneten nem nagyon találtam, ami valóban valóságot adott volna, valós segítséget adott volna ahhoz, hogy jól tudjak nyulászkodni, vagy jól tudjak fűrjeket tartani. De köszönöm, hogy itt vagy, kérlek lájkold like a videót, hogyha tetszik, amit látsz és hallasz, inkább amit hallasz, hiszen engem látsz elsősorban, és kövesd a ö, csatornámat, illetve, hogyha tetszett valóban, amit hallottál, és úgy gondolod, hogy hasznos a te életedbe, akkor nézd meg a többi videóimat is, főleg, hogyha vannak kis állataid, vagy szeretnél egy finom nyúlpörköltet, vagy bármi hasonlót, vagy fűrből für készíteni ételt, rengeteg mindent találsz a csatornámon, ilyen 150 videó már azt fel van töltve. De beszéljünk, térünk vissza a nyulaknak a fajtájához, pontosabban az, hogy fiú vagy lány, tehát a nyulak nem éhez, hogy a legegyszerűbb megállapítani. Ugye először is van egy népi hagyomány, amit faluhelyen szoktak az emberek Szájról szájra, tehát az apa átadta a gyereknek, nagypapa így mondta, stb. És általában ezekbe a népi hagyományokba nagyon sok igazság van, és sok minden, amit a nyulakról állítanak, jó dolog, hiszen a saját tapasztalataik alapján állítják. De vannak rossz dolgok is a népi hagyományokban, mint például, hogy tilos a nyúlnak vizet adni ugye hát egy emlős állatról beszélünk, és úgy képzeld el, hogy micsoda egy kínszenvedés, annak a nyúlnak az élete, aki nem kap fizetés, így nő fel, így, így, éli le azt a több hónapot, vagy több évet, amíg egy gazdánál van. Hát na, nem szeretnék a helyébe lenni. Annak idén én is így tanultam, de aztán hála Istennek ezt ezen túlléptem. De visszatérve a nyulak neméhez, és ugye a népi hagyomány azt tartja, hogy a nyulakat kétféleképpen lehet elsősorban megkülönböztetni. Lehet a nyulaknak a formája által, ugyanis a bakoknak sokkal nagyobb a fejük, mint a nőstényeknek, és robosztusabb a kinézetük. Na most ez valamilyen szinten igaz, valamilyen szinten közbehívnak, ezt kinyomtam. Valamilyen szinten igaz, viszont a valóság az, hogy nem teljes mértékben. Valóban vannak olyan nyúlfajták, és ugye azt kell figyelmenni, amit korábban is beszéltem egy videómban, mint például a német óriásnál, hogy a gömbölyű fej, minél gömbölyűbb a fej, annál jobb a bak. Minél nagyobb a fej, annál jobb továbbvinni tenyésztésre, persze arányosan kell ezt érteni. Vagy például mutattam a pannonnyulaknál is, hogy gömbölyded a fej, a bakoknál ez is egy jellegzetesség, a, vagy a burgundi vörösnél, a pannonfehérnél viszont hosszúkás, vékony, és ugyanez a ugyanez a ö, nőstényeknél is, hogy hosszúkás, vékony. De a lényeg a lényeg, hogy nem minden esetben így van. Vannak olyan pannonfehérnyulak, ahol a bak, és már van egy bakod, és mondjuk nem az a célod, hogy kiállításra járj vele, lehetséges, hogy ugyanolyan hosszúkás a feje, mint a nősténynek. Nem tudod fej alapján megkülönböztetni. Illetve parasznyulaknál úgy szintén ez szinte lehetetlen. Másik dolog, hogy sokan azt mondják, népi hagyomány tartja, hogy a nőstények tokásodnak már 6., 8., 10. hónap után. Valamelyik az hogy csak akkor tokásodik, hogyha már fiat, tehát ez is egy népi hagyomány egyik se, egy, mindegyikben van igazság, de a valóság nem így van. Tehát a tokásodás már egy 8 hónapos nyúlnál is úgy előjöhet, hogy még egyszer se fiol, mert arra hajlamos, ez az egyik genetikailag, a másik pedig, ugyanúgy lehetséges, hogy még már lefialt kétszer-háromszor is, és szinte semmi tokája nincsen, tehát ez alapján azt se tudod megállapítani, illetve nagyon sok olyan anyanyul is van, ne én, én nekem is van olyan anyanyul, hogy semmi tokája nincsen, és már háromszor fiad. Tehát ez se egy megbízható megoldás. A legmegbízhatóbb megoldás az, amikor úgy igazából veszed a nyulat, és akkor veszed elő, egyrészt amikor leválasztod. Ugye a leválasztás ez időhöz kötött, lehet 6 hetesen, lehet két hónaposan, három hónaposan, sok mindentől függ, hogy mikor válasszuk le a nyulakat, erről külön van videó feltöltve, tehát keressetek rá a csatornámon. De a lényeg a lényeg, hogy olyankor célszerű, hogyha van rá lehetőség, már akkor külön választani, külön helyre tenni a bakokat, mondjuk ha van 6 nyúlba, vagy 8 nyulat van az, az alom alatt, és akkor külön válogatod a bakokat, külön a nőstényeket. Gyakorlott szem kell hozzá, mert ha megfordítod a nyuszit, és úgy igazából, mindjárt elő is veszek egyet -egy szemléletetésre. Jó, és akkor nézzük meg a nyulaknak a nemét, jobban, mint az imént. Remélem, hogy ez nem lesz most annyira nyughas, nyughas, nyughas. Na most ha megnézzük, na kapján egyet. Látjátok, előjött a ivarszerv. És itt látható, hogy ez egy fiú gömbölyű gömbölyű a vége abból látszik pontosan. És itt teljesen amikor hátrahúzzuk, akkor látható. Ez egy fiú. Próbálom, amennyire csak tőlem telik, hogy a kamera visszaadja. Rendben. Ezt felülről vettük el. Nézzünk egy, hát ha szerencsénk van, és ez kislány lesz. Ez is egy fiú. Itt, hoppá, itt talán még jobban látszik, itt talán még jobban látszik, és remélem a kamera is vissza fogja nektek adni, hogy ő egy fiúcska. És reméljük, hogy most egy kislányt veszek elő, bár ez is egy elég masszív, igen, és szerencsénk van. Ez egy kislány. Nézzétek a különbséget. Nem tudok jobban rá közelíteni. remélem jó közelítek, és remélem visszaadja majd a kamera, de itt szemmel látható, hogy mit látunk magunk előtt. Ez egy kislány. De a lényeg, hogy, hogy ez a legmegbízhatóbb, hogyha így halánézel. Nagyobb nyulaknál már természetesen egyszerűbb a dolog, hiszen a fiúnak a férfiassága, illetve a herék azok már egy idő után leereszkednek. Figyelned kell azt is, hogy amikor veszel egy tenyészbakot, és azt mondják rá, hogy 8 vagy 10 hónapos, vagy 6 hónapos, azt is meg kell figyelni, alá kell nyúlni, ki kell tapogatni, hogy érzed-e a két heréjét, le vannak-e már ereszkedve, mert ha nincsenek, akkor az spárosztatásra hiába fogott ugrálni, nem alkalmas, nem lesznek tőle még kis nyulak. Nősténynél ugye nagyon fontos, amikor összeengeded őket, mindig, mindig érdemes a bakhoz betenni a nőstényt, és nagyon fontos, hogy kiskorban, ilyen 6-7-es, 8-7-es, 10-7-es korba még a leggyakorlottabb szemeket is van, úgyhogy megtéveszti a férfi vagy a női ivarszervnek a kinézete, csipnek itt a legyek, és, és ezáltal lehetnek hibák. Tehát nekem is volt olyan, hogy például külön raktam három bakot, külön raktam három nőstényt, és aztán egy hónap múlva derült ki, hogy a három bakból egy nőstény volt, vagy fordítva a három nőstényből egy bak volt. Megviccelnek így a nyuszik minket, ezért mielőtt továbbadod valakinek, vagy ha látsz verekedést, bunyót a nyulak között, amik egybe vannak zárva, akkor mindenképp vedd ki mind a kettőt, és nézd meg, hogy ha két bak, a két baknál az jellegzetes, hogy verekedni szoktak addig, míg ki nem derül, hogy ki a főnök, és ki lesz az arárendelt szóga, de más esetben, hogyha nőstény bak és ugorja egyik a másikat, akkor idő előtt akár tönkreteheti a baka nőstényedet, tehát sürgősen külön kell választani. Remélem, hogy tudtam segíteni, próbálok majd mindenképpen képet is hozzá mellékelni, és a kép majd ott lesz látható a beszéden vagy a videóba, ami alapján könnyebben meg tudjátok majd különböztetni. De mindenképpen időt kell rászánni, mindenképpen meg kell emelni azt a nyulat, meg kell vizsgálni a ivarszerveit, mert anélkül nem tudod garantáltan 100%-ra eldönteni, hogy fiú vagy lány. Tehát a fiúknál gömbölyűnek kell lenni a végének, a lányoknál meg pedig ilyen hosszúkásnak. Ez nagyon fontos, és teljesen hátra kell húznod a farok részt és az alatta lévő kis bőrrészt, és akkor látható úgy, úgy normálisan. Hát köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy nézed a csatornámat, legközelebb egy... Újabb videóval készülök, addig is like old kommentelj, hiszen az algoritmusát a Youtube-nak így akkor egy kicsit fel tudjuk pörgetni, hogy minél több emberhez jusson el ez a videó, és minél több ember tudjon ebből egy hasznos dolgot tanulni. Köszönöm a figyelmeteket, szép napot nektek, sziasztok!